Sziasztok, Milán vagyok, itt vagyok a legújabb videóval nektek. Szeretném megköszönni az új csatornatagoknak, akik csatlakoztak a csatornámhoz, Benszület Bán, a Too Limited és Gór. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy csatlakoztatok és támogattok engem. Igen, a címben is jól olvastátok, YouTube Studio File, és most felsorolok nektek három olyan dolgot, amiben beleütköztem már most az elején, de ezeket majd megpróbálom mindenféleképpen kiküszöbölni a közelendő napokban. Elsősorban szeretnék a hangra rátérni. Elszoktam 8 év alatt, mióta Németországban élek, hogy kertes ház, és az azt jelenti, hogy Julika néni, Marika nénivel ordít kint a kertben. A második, még ez a témához kapcsolódó, jön egy traktor minden egyes 5 percben. És ez nem voltam hozzászokva, mert panelban ugyebár ilyen nem volt, maximum egy autót lehetett beleállani háttérbe, hogy elment. Vagy a szembeszomszéd oroszt, ahogy a nő verte a férjét. Ezeket lehet max belehallani, azon kívül semmit. Ez az első probléma, ez a hanghoz szól. A második, nincs még internetem. Egyébként a Telekommal most ilyen, hát idézőjelben harcban állok, már több mint 4 hete szóltam nekik, hogy be kellene ide kötni az internetet, mert nekem kellene a munkámhoz, de sajnos ők egyszer se tudták betartani az időpontot. Állandóan utánuk kellett telefonálni, mert úgy volt, hogy ki fognak jönni, senki, semmilyen e-mailt nem kaptam, semmilyen hívás, semmi se. Fel kellett őket hívni, hát azért, mert ezért nem tudtak kimenni, oké. Előre meg lehet beszélni, egyszer belefér. Utána másodjára megint, jaj, ez meg ez történt, nem tudnak kijönni. Oké, meg volt beszélve, hogy kiküldenek nekem egy új routert, WLAN-t, mert ami van nekem, az hibrides, és ide nem lesz jó, mert nekem 4G-s volt, hogy a leggyorsabb legyen elvileg, Ambergbo, de mégsem volt az. De egy új WLAN fog jönni, amit elvileg már kipostáztak, de már vissza is ment a csomag, úgyhogy nekem semmilyen levél nem jött. Felhívtam őket, és mondták, hogy jaj, biztos a postás, a DHL elnézte az egészet, és az ő hibájuk, rájuk fogták, oké. Okay. Tegnap előtt meg kellett volna jönni megint a routernek, megint nem jött meg, és holnap fog jönni a montőr, aki egy új csatorna kábelt fog felvezetni, ezt nem tudom pontosan, hogy hívják magyarul. Ez volt a második. Harmadik, új YouTube stúdió, akkor természetesen új gamer asztalt fogok magamnak venni. Csak ez nem így jött össze, mert én egy szürkét rendeltem, alapból feketét szállítottak ki. Az Amazon-tól rendelek mindig mindent. Eddig soha nem volt velük probléma. Hogyha azt mondták, hogy 5-én fog megjönni valami, az vagy 5-én jött meg már, vagy lehet 4-én. Szóval tényleg mindig pontosak voltak, és nem lehet egyszerűen rájuk panaszt adni. Mindenkinek tudom ajánlani, ha valaki szeretné valamit onnan rendelni, a leírásban vannak linkek. Egyébként ez nem szponzorációs tartalom vagy valami, de ugyebár megrendeltem ezt az asztalt az Amazonról, szürkének kellett volna lenni, ami fekete színű, plusz az asztalnak a teteje az a középső részen volt, és el van törve. Ezt egyszerűen nem tudom, hogy tudták megoldani, hogy így eltörni, fa van felül, fa van középen, fa van alul. És a középső fa nem középen tört el, mert hogyha ugyebár a csomag hajlik, akkor eltörne középen, hanem a széle, hát ilyen 30 centi az 1.20-as fából letört. De ez hogy? Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogy történhetett az egész, mivel csak az egy sérült a közepe, semmi más. De hogy ne csak beszéljek, megmutatom nektek, hogy így el van törve az egész, és ez nem csak egy része, hanem pont a tetejének van ez, és még egy kis része is, az pedig teljesen le van törve, leszakadt róla, szóval tényleg, fogalmam sincs, hogy most ezt hogy tudták összehozni. Mielőtt elindítottam volna ezt a videót, lefényképeztem, és leírtam az Amazonnak, hogy ez történt, és remélem, hogy el fogják küldeni ezeket a darabokat. Nem kell új asztal, mert most minek kellene, mivel a többi része minden jó, megvan minden csavar is, hál' Istennek. Szóval csak is ez a kettő része, ami egyébként a legfontosabb, az asztalnak a teteje, amire pakolt. Ez a három dolog van ugyebár, amiben beleütköztem most az elején, de ez nem fog engem eltántorítani attól, hogy nagyon jól megcsináljam ezt a YouTube stúdiót. És jelen pillanatban próbálom magam is folyamatosan fejleszteni egyébként. Új VAO programokat tanulok, képszerkesztő programokat, és azért is nem vagyok annyira aktív, mivel leköt az jelen pillanatban, hogy saját magamat tovább fejleszem, mint emberileg, mint videószerkesztőként, stb.
Szóval, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor légy szíves, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be mindenféleképpen Instagramon, Arrivederci, minden voltam, találkozunk a következő videóban. Peace out!